Már szerdán kihelyezte a Biocom Kft. A megállást tiltó táblákat a belvárosban, hogy a másnapi munkálatokat ne zavarják a parkoló autók. Az autósok így egymás segítve álltak ki a szalagozott területről. Kerestük a cég képviselőjét, hogy megkérdezzük, miért kellett ilyen korán kiszalagozni, de sajnos nem jártunk sikerrel. A második üteme kezdődött el annak a projektnek, amelyben a parkolóhelyeket érzékelőkkel látják el, hogy egy internetről letölthető applikáció segítségével az autósok előre megnézhessék, hogy melyik parkolóhely szabad. A Centrum parkolóban és a Cinderi utcában csaknem 250 parkolóhely kapta már meg a szenzort. A következő két hétben további 460-at építenek be a szakemberek. A telefonos alkalmazás azon túl, hogy a felhasználókat mindig az aktuális információkkal látják el a parkolóhelyek foglaltságát illetően, mutatja a parkolási zónákat, a mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, rakodóhelyeket és még az elektromos töltőállomásokat is. A tesztüzem végén navigáció fog segíteni a parkolóhely megközelítésében, illetve az ígéretek szerint az applikációból díjfizetést is egyszerűen kezdeményezhetünk majd. A mögöttem látható Centrum parkolóban most is az összes parkolóhely foglalt. A hétvégén egyébként ingyenes lesz a parkolás, tehát legközelebb kedden kell majd parkolóhelyet fizetni.